Kérek egy üveg mézet, vegyes est kérek szépen. A tavalyi mézkészlet csalogatja a vásárlókat a karcagi piacon, az édes hazai csemege népszerűsége töretlen. Rendszeresen vásárolom a mézet, mert gyerekeimnek és az unokáimnak szoktam vinni, mert nagyon szeretik egyrészt, másrészt nagyon egészséges, sok mindenre jó. A várható drágulást a tavalyi szárazság és az idei téli és tavaszi fagyok együttesen okozták. Legutoljára a nagy mennyiségű nektárt jelentő akácvirág szenvedett komoly károkat. Az idén az átlagunk 10 kiló környéke volt kaptáronként, a tavalyi 65-70 kilóval szembe. Tavaly kétszer tudtunk pelgetni, az akácerdő nagyon optimális volt az időjárás, a méhek is jók voltak, a méhek most is jók voltak, de az időjárás is a fagyos virág együttesen azt okozta, hogy 10 kilónál többet sajnos nem tudtunk realizálni. A nyírségbe vándorló karcagi méhészek tehát a tavalyi méztermés egynegyedét pergették az idén. Hátra van még ugyan a vegyes virágméz, mint lehetőség, de a méhészek július végétől már a teleltetésre készülnek. Igazándiból júliusba felszámoljuk, illetve hát ami már vegyes virágméz még össze tud jönni egyéb gyomnövényekből, az már a téli jelenséget fogja szolgálni. A szakemberek véleménye szerint a tavalyitól jóval kevesebb méztermés az árakat is felfelé fogja vinni. A nagybaniba ez jelentősebben fog megjelenni, de mivel nincsen méz, inkább én is ugye a belső piacot fogom tartani, mint sem, hogy a nagybaniba ugyanígy 2-300 forinttal drágában odaadjuk. A kereslet megőrzésére ügyelve az árak nem többszöröződnek meg, de a méhészek tapasztalati becslése szerint jobb esetben is 20-25%-os áremelkedésre lehet majd számítani a mézpiacon.